Pannon Televízió híradóját látják. Acél Réka vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Milliárdos áfa csalás bűnszervezetben. Felszámolták a hálózatot a NAV nyomozói. 35 éve képviselik a nyugdíjasokat. Ünnepelt a Pécsi Egyesület. Magyar Brands díjas lett a Pécsi Kodály Központ. Elismerés innovatív márka kategóriában. Színvonalas előadás. Így zárták idén a Pécsi Harmonika Fesztivált. Mindegy 900 millió forintnyi áfát tüntetett el egy személybiztonságra, takarításra és mosásra szakosodott budapesti bűnszervezet. A szövevényes cégláncolatban tevékenykedő bűnözői csoport 22 tagjával szemben folytatott, majd eredményesen lezárt nyomozást befejezve vádemelést javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. Rajtőtnek az egyik gyanúsítottan ezen a felvételen a kommandósok. A NAV pénzügyi nyomozói derítették fel azt a céghálót, amely jelentős kárt okozott a központi költségvetésnek. Tevékenységét tekintve hivatalosan mosásra, takarításra és személybiztonságra szakosodtak, de valóságban nem végezték ezeket a tevékenységeket, illetve nem azon a szinten, ahova a számlázás alapján elvileg mutatott volna az ügy. A megalapozott gyanú szerint elsődlegesen Pest megyében működő bűnszervezet további Heves és Győr-Moson-Sopron vármegyében működő vállalkozásokat is beszervezett ebbe a bűnszervezetbe, és gyakorlatilag az alsó szinten működő cégek azok bukó cégek voltak. A szervezet más szintjén ténylegesen dolgozó munkavállalókat névleg ide jelentették be. Az adót, valamint a járulékokat viszont nem fizették meg utánuk. Gyakorlatilag a bűnszervezet nem végezte el ezt az őrzésvédelmi, illetve takarítási és mosási tevékenységet, viszont ezekről a valótlan tevékenységekről mégis fiktív számlákat állítottak ki nagy mennyiségben. A fiktív számlák ellenértéke aztán a fővállalkozókhoz folyt be, akik a munkavállalókat még kifizették belőle, de a fennmaradó összeget maguk és a megbízók között szétosztották. A visszaosztásnál elég komplex pénzvisszaosztási metodikát alkalmaztak, ezt is feltárta a nyomozás. Ezzel a módszerrel jelentős haszonhoz jutottak a bűnszervezet tagjai. Az elkövetők tevékenységükkel közel 900 millió forint vagyoni hátrányt okoztak. A vagyoni hátrány megtérítése és a bűnszervezet felszámolása érdekében szervezett akcióban nyomozók, revizorok, járőrök és IT szakemberek dolgoztak, a főgyanúsítottat pedig a Merkur speciális taktikai osztály kommandósai ébresztették. Az akció napján 20 gyanúsítottat állítottak elő és hallgattak ki a nyomozók, az ő számuk viszont a nyomozás során még további személyekkel bővült, így most 22 fővel szemben javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága vádemelést. Az elkövetési érték, illetve a minősítő körülmények miatt jelentős büntetési tétel kiszabására számíthatnak a fő elkövetők. Az elkövetők, mivel különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt történhet vádemelés, akár 20 év szabadságvesztésre is számíthatnak, különösen azok, akik a főgyanúsítotti körben szerepelnek, illetve azok a megbízók, akik esetében a vagyoni hátrány értéke akár több százmillió forintra is rúg. A vagyonbiztosítás érdekében szintén ugye fontos lépéseket tettek a nyomozók az akcióban. Itt közel 800 millió forint értékű vagyont sikerült biztosítani, ingatlanokat, gépjárműveket, céges vonatkozásban és magánszemélyek esetében is számlapénzeket, valamint céges tárgyi eszközöket és vevőköveteléseket is sikerült foglalni, illetve zár alá helyezni. A lefoglalt céges tárgyi eszközök között például egy komplett mosoda berendezései is szerepelnek. Ezeken kívül az elkövetők általi önkéntes befizetésként további 10 milliók térültek meg, amit a NAV megfelelő számláin fizettek meg a gyanúsítottak. Klubok, programok, érdekképviselet, mindez a Pécsi Nyugdíjasok Szolgálatában. Erről szólt az elmúlt 35 év a Nyugdíjasok Egyesületében. Ünnepi műsorral emlékeztek a közös élményekre Pécsen. Tárogató szólt kezdésként a Nyugdíjasok Egyesületének ünnepségén a Pécsi ANK színház termében. 35 évvel ezelőtt alakult meg a Szépkorúak Érdekvédelmi Közössége.
Ez az elmúlt 35 év ez színes volt és érdekes volt. Foglalkoztunk érdekképviseletekkel, programszervezéssel, és tulajdonképpen közösséget építettünk. Tehát igazából ez a korosztály még az, aki ahhoz szokott, hogy élő kapcsolatok, élő közösségek azok, amiben járnak, és itt érzik jól magukat. Az Egyesületnek van 45 tematikus klubja, ahol az Egyesület tagjai érdeklődési köröknek megfelelően tudnak részt venni a foglalkozásokon, de emellett érdekképviseletet is ellátnak, ami most kiemelt feladatuk, mondja az elnök. A nyugdíjrendszert elvileg át kellene tekinteni, ez egy EU-s vállalása Magyarországnak, és ezen kívül foglalkozunk a nyugdíjasoknak a korszerűbb témáknak a feldolgozásával, tehát informatikai képzéssel foglalkozunk. Changers 2.0 program keretében, amiben 6 ország vesz részt, avval foglalkozunk az energia hatékonysággal és a környezetvédelemmel, tehát erre tematikus oktató programunk van. Ez egy 3 éves program, és most lesz egy Cool Seniors programunk, ez a modern nyugdíjasok programunk, ahol szintén a kornak megfelelő témákat fogunk feldolgozni. A rendszerváltás környékén egy nehéz időszakban alakult meg a Baranyai Nyugdíjasok Egyesülete, mondta köszöntőjében a Vármegyei Önkormányzat elnöke. Hiszen abban azokban az években kezdődtek a bányabezárások, a baranyai ipar jelentős része a 90-es évek elején omlott össze, szűnt meg, váltak sokan munkanélkülivé. Na, ezekben az években az akkori nyugdíjasok úgy érezték, hogy abból tudnak erőt meríteni, hogy összekapaszkodnak, hogy egy közösséget alkotnak. Hát immár ennek 35 esztendeje, ma már Baranya egy derűsebb arcát mutatja, de a Nyugdíjasok Egyesületének erős és összetartó közösség ebben a 3,5 évtizedben is mindvégig megmaradt, erős maradt, és mi pedig azért jöttünk ma ide, hogy Baranya Vármegye nagy közössége nevében és a fiatalabb generáció nevében is köszönetet mondjunk azoknak az idős polgártársainknak, szüleink, nagyszüleink korosztályának, akik egész életük munkájával építették Baranyát, építették Pécset. Nekik köszönhető, hogy egy olyan gyönyörű, csodálatos városban élhetünk, mint Pécs. Hála és köszönet nekik, mondta Őri László. A Pécsi Székhelyi Nyugdíjasok Egyesületének 1200 tagja van. Jelenleg a Baranyai Vármegyeszékhelye mintegy 30 ezer nyugdíjas él. Az ő érdekképviseletük, programok, ismeretterjesztő események szervezése a számukra ezt a feladatot vállalta a 35 éves egyesület. Rövid híreink következnek. Október 21-én indult szavazás a pécs.hu oldalon arról, hogy az önkormányzat idei közmeghallgatásán mi legyen kiemelt témakör. A városvezetés kezdeményezésére újra a pécsiek dönthettek arról, hogy 3 téma közül melyik kerüljön biztosan napirendre. Az október 27-ig tartó voksoláson minden pécsi egy szavazatot adhatott le. A határidőig összesen 180 szavazat érkezett. A voksolók valamivel több mint 56%-a arra szavazott, hogy a pécsi Aquapark projekt legyen a közmeghallgatás kiemelt témája. A közmeghallgatás témái közül a Net Zero Cities programra a válaszadók 29%-a, a pécsi minimum első pontjának meghatározására pedig 15%-a adta szavazatát. Így a november 5-i közmeghallgatás kiemelt témája az Aquapark lesz. Az ülést az ANK színház termében tartják délután 5 órától. Forgalmi változások lépnek életbe a pécsi köztemető környékén. Október 31-én 10 órától november 3-áig 21 óráig a Siklósi úton a Kanizsai Dorottya úttól számított 30 métertől a temető déli bejárata előtti 30 méterig terjedő útszakaszának jobboldali külső forgalmi sávjában lehet majd parkolni. Ez idő alatt a kijelölt útszakaszokon a megállni tilos jelzőtáblák hatáját feloldják, áll a rendőrség közleményében. A forgalomkorlátozás ideje alatt a Kanizsai Dorottya út és a temető déli bejárata közötti útszakaszon 40 km/h sebességkorlátozás lesz. Tilos megállni október 31-én 10 órától november 3-án 21 óráig a Nagy Árpádi út, Faiskola utca és Kemény Zsigmond utca közötti szakaszának mindkét forgalmi sávjában, továbbá gyalogos átkelési jelzőtáblát helyeznek ki. Magyar Brands díjas lett 2024-ben a Pécsi Kodály Központ az innovatív márka kategóriában.
Ebben olyan szempontokat vizsgálnak többek között, mint az identitás, a márkaépítés, a társadalmi hasznosság. A Magyar Brands program célja, hogy ráirányítsa a fogyasztók és a piac figyelmét a legsikeresebb hazai márkákra, valamint a legnépszerűbb innovatív fejlesztésekre. Folyamatos innovációt kellett felmutatni, mielőtt elnyerték volna a Magyar Brands díjat. Ebben a Kodály Központ élen járt, mondta Hummel Márk, a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Hozzátette, a Kodály Központ jövőre ünnepli fennállásának 15 éves jubileumát. A házban magas szintű hangversenyek, színházi előadások és konferenciák kiszolgálására törekszenek. Ez pedig a munkatársak, a programszerkezet, a marketingeszközök és az eszközállomány tekintetében is folyamatos megújulásra késztet. Mindenki, aki idejön, fellépő előadó művészek, hogy tényleg egy olyan folyamatos újítás van az elmúlt 15 évben is, ami predesztinálta azt, hogy egy ilyen programba, egy ilyen Brands programba részt tudtunk venni, és hogy meg is kaptuk ugye ezt a minősítést, illetve elismerést, és azt gondolom, hogy itt a megkezdett munkát azt továbbra is folytatni kell, hiszen azokat az innovatív újításokat, illetve a ház átadása óta is meglévő infrastruktúrális dolgokat, ugye, amik adottságok. Ez a csodálatos akusztika, ami ugye van a Kodály Központban, ezt pedig meg kell őrizni, illetve azokban a dolgokban próbálunk erőlépni és fejleszteni, ugye, amik a 21. századi technológiát igényelnek. Mint fényrendszerben, hangtechnikában igyekeznek olyan újításokat hozni, hogy megfeleljenek a mai kor elvárásainak és a művészek által támasztott igényeknek. Az épülethez nem kellett hozzányúlni, ebben az esetben mindössze állagmegóvás, folyamatos szinten tartás történik, tette hozzá az ügyvezető. Szerencsére egy olyan épületet sikerült átvennünk üzemeltetésre, ami egyébként teljesen hibátlan. Apróbb javítások nyilván szükségesek, ugye megtartani az állagát az épületnek, de szerencsére ezekkel semmiféle komoly fennakadás probléma nem volt. Ezeket a hétköznapi problémákat, meg gondokat, azokat megkezeljük. A Magyar Brands program célja, hogy ráirányítsa a fogyasztók és a piac figyelmét a legsikeresebb hazai márkákra, valamint a legnépszerűbb innovatív fejlesztésekre. Ebben az évben 8. alkalommal rendezték meg a Pécsi Harmonika Fesztivál gála koncertjét. Az eddigi évekhez hasonlóan idén is nagyszabású koncerttel készültek a Baranya vármegyében tanuló harmonikások. A Pécsi Harmonika Fesztivál gála koncertjét a Harmonika Hét zárásaként rendezték meg a Kodály Központban. A tavalyi évhez hasonlóan fellépett a Himesházi Harmonika Zenekar, a Bói Harmonika Együttes, valamint a megye növendékeiből álló Baranya megyei ifjúsági harmonika zenekar. Tulajdonképpen a gála már 3-4 évvel ezelőtt is azért jött létre, hogy a Baranya megyei harmonika oktatást, a Baranya megyei harmonikás közeget bemutassa. A gálának az egyik fő attrakciója, ha lehet ezt így mondani, a Baranya megyei ifjúsági harmonika zenekar, amelyben a megyében tanuló harmonikás növendékek és tanáraik vesznek majd részt. Ez idén egy 40 fős zenekar, őket egészítik ki nagybőgő, gitár, valamint lesznek szólistáink, trombita, a Percussion Project Pécs többek közt, és ami az idei év újdonsága, hogy lesz egy Baranya megyei kis harmonika zenekar is, amelyben a 10 és 12 éves megyei harmonikás növendékek vesznek majd részt. Ők idén fognak debütálni, és remélem, hogy ebből hosszú távon is ők ki tudják majd nőni, és aki tovább lép, az van hova tovább lépni, mert majd mehet a nagy zenekarba. Idén egy új felállás is szerepelhetett a színpadon, ez pedig a kis harmonika zenekar, mely nyáron alakult olyan általános iskolás diákokból, akik érdeklődnek a zene iránt. A csoportot a kezdetektől fogva Durovics Dóra tanárnő vezeti. A kis harmonika zenekar nyáron alakítottuk, és augusztusban kezdtük el a próbákat a Lénaó házban. Egyrészt ez a célunk, hogy a német hagyományainkat megőrizzük, a népzenét, illetve hogy a gyerekek összejöjjenek egy zenekarban, és a harmonikát gyakorolják, és az a célunk, hogy utánpótlást is neveljünk a nagy zenekarban. A gála koncert két felvonásból állt. Az első részben a kisebb zenekarok mutatkozhattak be, a rövid szünet után pedig a Baranya megyei ifjúsági harmonika zenekar kapott szerepet. A Pécsi Harmonika Hét zárásaként rendezték a gála koncertet. Az elmúlt napok tapasztalatai nagyon pozitívak, hamar elkeltek a jegyek,
külföldiek a zárókoncertre is, valamint a hétközbeni előadásokra is sokan ellátogattak. Én nagyon-nagyon pozitívnak tartom. Őszintén megmondom, hogy amikor én ebbe belevágtam, tudtam, hogy ez egy eddigi legnagyobb program lesz. Nagyon-nagyon sok programunk volt, 7 különböző helyszínen 17 koncert, több mint 100 fellépő, és kicsit féltem attól, hogy nem lesznek teltházak, illetve nem lesz ekkora érdeklődés, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert az esetek nagy részében vagy teltház volt, vagy tényleg nagyon sok közönség összejött, nem csak a megyéből. Egy célja is volt az idei fesztiválnak, hogy egy kicsit bővítsük, és nagyon sokan jöttek például külföldről is, akik, vagy például a harmonikás cég, a fellépők, nagyon sok külföldi fellépőnk is volt, illetve hát úgy külföldiek, hogy a magyarok csak kint tanulnak. Nagyon-nagyon sok új helyszíneket bevontunk, például a Művészeti Kart, a Pécsi Tudományi Egyetemen, vagy az Eszkárgó Szobaszínházat, és még nem tudtuk, hogy hogy fog működni, és aminek nagyon-nagyon örülök, hogy én azt gondolom, hogy minden koncert megtalálta a maga helyét, és számomra nagyon-nagyon pozitív ez a hét. A szervezők szeretnék ezt a nagyszabású rendezvényt továbbra is megrendezni, hiszen bőven van érdeklődés az ilyen programok iránt. A Gála koncert a Baranya megyei Harmonikások Egyesület szervezésében valósulhatott meg, a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. A Pécs megyei jogú város önkormányzata támogatásával. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Tranzakciónként 5000 forintos limitet vezetett be a visszaváltó automatáknál a MOHU. A gépek maximum ekkora értékben adnak ki vásárlási utalványt is, írja a pénzcentrum. Aki 100-nál több 50 forintos italcsomagolást akar visszaváltani, annak ezt ezentúl több tranzakcióban kell megtennie. Alap szerint az 5000 forintos limit sokaknak okozhat kellemetlenséget, ugyanis a legnépszerűbb visszaváltási mód a boltban levásárolható papírutalvány. Több mint 20 milliárd forintot kértek vissza így a vásárlók. A visszaváltók 10-15%-a kéri a díjat egyenesen saját bankszámlájára. Árokba hajtott, majd az oldalára borult egy személyautó tegnap délután Sást külterületén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az autóban ketten utaztak. A sofőr feltehetően rosszul lett vezetés közben, és ez okozta a balesetet. Az autó utasa megsérült, így mindkettejüket kórházba szállították. A sásdi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést, átvizsgálták és áramtalanították a kocsit, emellett a forgalmat irányították. A régió híreivel folytatjuk. Tüzes halloweeni bulira várták a fürdőzőket szombaton a Somogyi Igalban. Napközben tökfaragással, arcfestéssel is készültek a vendégeknek, akiket este DJ és egy tűzvarázsműsor is szórakoztatott. Zenés fürdőzésre várták szombaton az érdeklődőket Igalban, ahol több év kihagyás után szervezték meg újra a halloweeni programot. Először kertrendezés volt otthon délelőtt, aztán úgy gondoltuk, hogy ennyit megérdemlünk, és eljöttünk délután egyet fürödni, kikapcsolódni, szórakozni. Voltak, akik kiegészítőkkel érkeztek a halloweeni bulira. Készültünk, vártuk, azt hittük, hogy többen fognak majd kicsikét magukra adni, de hát úgy látjuk, hogy nem, de mi mindig nem szégyeljük magunkat, és ez nekünk így jó tetszik. Jánosék Németországban élnek. Ha hazalátogatnak, akkor az igali fürdőzést sem hagyják ki. Legutóbb ez egy bulival is párosult. Amikor tehetjük 3-4 havonta, hogy szabadság engedi, jövünk. Ki választotta a dress kódot? Ketten, együtt. Hát önök, hogy mi ilyen boszorkányos legyen, én nekem meg azért a halálfejes. Fédermahúzos, hogy ez. De nem vagytok rémisztőek? Nem is kell annak lenni, szerintem a hangulatnak kell meglenni. Napközben tökfaragással, arcfestéssel is várták a vendégeket Igalban, az este viszont a buliról szólt a gyógyfürdőben. Csak fürdöttünk meg, faragtunk tököt is. És bulisztok közben. Igen. A létesítményben nem csak nyáron, hanem egész évben várják tematikus programok a vendégeket. Azt gondolom, hogy a fürdő vendégeknek igénye van a programokra, nagyon szeretik is a programokat. Azt kell mondanom, hogy Igalnak már mondhatni, védjegyévé váltak a programok, hiszen egész év során körülbelül 50 kisebb-nagyobb rendezvénnyel várjuk a hozzánk látogató fürdőzőket. Nagyon szeretik a tematikus zenés programokat, de az év folyamán szoktunk szervezni gasztronómiai programokat,
és egyéb tematikus jellegű programokat is. A legutóbbi programon egy tüzes meglepetéssel is készültek a szervezők. A fürdőzőket a tűzvarás produkció tagjai szórakoztatták. A legnagyobb lángokat, ugye a tűz és a víz, ez jól néz ki mindig, úgyhogy mindent, amit lehetett. Plusz a rémes arcot is hoztuk hozzá, meg a hátborzongatót. Remélem, jól sikerült. A fellépők számos eszközt bevetettek, hogy elkápráztassák a fürdőzőket. Nagyon sok tűzes eszközet bevetettünk, nagyon nagy lángokat, illetve technikából a SmartPoint nevezetű eszközüket hoztuk, ami kirajzol különböző képeket, logókat. Ennek az az egyedisége, hogy ez saját gyártmány, ez SmartPoint eszközünk. Legközelebb tematikus külön programmal november 10-én várják a fürdőzőket Igalban. Márton naphoz kapcsolódva a helyi éttermek, büfék is készülnek, ahol libás ételeket és új borokat is lehet majd kóstolni. Őrtüzek gyúltak a Székely autonómiáért. Országszerte, illetve Erdély bizonyos területein ez már hagyománnyá vált minden évben, hogy tisztelegnek a Székely szabadság iránti törekvés előtt. Így történt ez Tevelen és Dombóváron is. Azok az őrlángok, amelyek... Országszerte őrtüzet gyújtottak a Székely autonómiáért. Tevelen és Dombóváron is tisztelegtek az összegyűltek. Ezt mindig október utolsó vasárnapján rendezik. Szívben, lélekben együtt vagyunk a Székely Hontban lévők mellett, és természetesen szurkolunk nekik, hogy sikerüljön meg őrizni az identitásukat és a függetlenségüket minden téren, a magyar nyelvüket, és hogy igazi magyarként tudjanak ők is a hazájukban megélni. Nagyon fontos nemzetségben, egységben gondolkodni. Megmaradjunk székek is, és ott, ahova minket a teremtő helyezett, akár Székelyföldre, akár azok, akik elkerültünk onnan, más helyeken megálljuk a helyünket, és a nemzet építő, gyarapító feladatunkat ellássuk. Erre biztatjuk, bátorítjuk egymást ezen a napon. A Székely Nemzeti Tanáccsal egyességet kötött 2011-ben a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, mely a következő volt. Ezentúl szorosabbra fűzzük a kulturális viszonyt egymás között, és hogy egymás kulturális rendezvényein részt veszünk. Azóta egyre több és több helyen gyúlnak meg az őrtüzek október utolsó hétvégéjén. Tevelem most már több alkalommal is itt voltam ezen az őrtűzgyújtáson, és ez alkalommal is nagyon-nagyon szívesen jöttem. A mindennapukat most már átszötte a Székelyföldhöz való ragaszkodás. Megmutatjuk Dombóváron, hogyan zajlott az esemény. Nagy örömömre szolgál, hogy nem csak a dombovári székelykör tagjai, hanem nagyon sokan olyanok, akik nem székelyek, de fontosnak tartják ezt a támogatást, itt vannak velünk. Mi úgy készültünk, hogy egy kis sütit sütöttünk, meg zakuszkás kenyérrel kínáljuk meg egy kis pálinkával a vendégeket. Ez a mi kis meglepetésünk a számukra. Mindig örülnek a találkozásoknak. Örvendünk, hogy ilyen alkalmakkor újra találkozhatunk, nem csak a helyi székelykörrel, de a környékbeli bukovinai székelyekkel is, akikkel elég szoros kapcsolatot ápolunk évek óta. A hagyományok ápolása és őrzése, valamint az összetartozás mindenki számára meghatározó. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület és Tolna Város együttműködésének köszönhetően emléktáblát avattak a Szent István Katolikus Gimnáziumnál. A település egykori vitézeinek tiszteletére került a tábla az intézmény falára. Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában. Különleges alkalomból avattak emléktáblát Tolnán. Tisztelegtek a majd 100 évvel ezelőtt élt vitézek előtt. A Tolna megyei Honvéd Hagyományőrző Egyesületnek a szervezetének a meghívására érkeztünk erre a rendezvényre. Az 1920 és 1938 közötti tolnai vitézek emlékére egy táblát fogunk felavatni. Ezen a szép patinás épületen, amelyik honvéd laktanyaként működött régen, jelen pillanatban oktatási intézmény. De mit is jelent ez a vitéz szó, és mit mutat ez a mai társadalomnak? Ez a vitéz szó a magyarban nagyon nagy töltöttséggel bír. Egy olyan katonára illik a vitéz szó, aki vitézül megharcolta a maga csatáját, harcát, és kiérdemelte azt, hogy a katona mellett vitéz katonaként is méltassák. Tehát ennek nagyobb tartalma van talán,
ennek a szónak, mint amit naponta elmondunk. 11 név került fel a táblára. Annak idején csak azok kaphattak ilyen rangot, akik ehhez méltó életet éltek, így ez egy hatalmas elismeréssé vált. Fedhetetlen előéletűek, erkölcsösek, testben, lélekben egészségesek, és lélekben ízig-vérig magyar érzelműek. A leleplezést követően Sipos Judit Éva református lelkész áldást mondott, Nagy Norbert, a tolnai plébánia vezetője pedig megszentelte a táblát. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Milliárdos áfa csalás bűnszervezetben, felszámolták a hálózatot a NAV nyomozói. 35 éve képviselik a nyugdíjasokat, ünnepelt a Pécsi Egyesület. Magyar Brands díjas lett a Pécsi Kodály Központ, elismerés innovatív márka kategóriában. Színvonalas előadás, így zárták idén a Pécsi Harmonika Fesztivált. Szerdán nem lesz lényeges változás időjárásunkban. A reggelek sokfelé párásak, ködösek lesznek. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet reggel 8 és 12, napközben 18 és 21 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!